Ha azt mondom Popeye, ti azt mondjátok. Remélem, hogy jó zöldséget vágtatok rá, ugyanis spenótos-írós spagettit fogunk csirkével készíteni. Wow! Ahogy a fogás neve is utalt rá, az alapanyagaink már előkészítve, a spenótot nagyon szokták kedvelni, ugye amiatt is, hogy milyen a vastartalma. Na, erről közben fogunk azért csipegetni, ugyanis Popeye nem biztos, hogy attól lett annyira erős, a spagettink pedig teljes kiőrlésű spagetti tészta lesz, hogy az ásványi és rosttartalmat tudjuk egy kicsit tuningolni. Kezdjük el! Indulásnak felraktuk a vizet forrni, úgyhogy a tésztát előkészítjük hozzá. Ha teljes kiőrlésű tésztát készítetek, arra figyeljetek, hogy a főzési ideje egy kicsit megnyúlik, pontosan a magas rosttartalma miatt, de ez általában a csomagoláson fel is van tüntetve. Amíg a tésztánk fő, addig elkezdjük a mártás készítését. Hozzá pedig a hagymákat fogjuk feldarabolni, nem kell nagyon apróra, mert úgyis az egészet le fogjuk turmixolni. Kevés olívaolajon fogjuk először megfonyasztani a vöröshagymát, rá a fokhagymát, rá pedig a bébi spenótot. Egy icipici sót már tehetünk ilyenkor a hagymára, kicsit segít, hogy jobban megfonnyadjon, de vigyázzatok a sózásra, mert ugye utána még kapott külön a tészta is, meg majd a csirkekockákat is fogjuk, úgyhogy csínyen vele, épp eléggé lesz ízes az étel. Hogyha már egy kicsit megpirultak a hagymák, akkor jöhet is rá a spenótlevél, nem kell sokat hagyni rajta, éppen hogyha megfonnyad, akkor már önthetjük is rá az írót. Fontos, egy kis spenótot... Lejárt az idő leköszönni a tésztát! A tésztán készen áll, úgyhogy folytathatjuk az író felöntésével, és nem tudom, hogy mit akartam még hozzá mondani. Az írót általában zsírszegényebb változatban kapni, ennek révén ugye alacsonyabb lesz a zsírtartalma, mint a hagyományos tejé vagy joghurt kefiré, savanykás az ízvilága, probiotikus termék lesz, mit jelent ez? Többek között nagyon jót tesz a mi kis bélmikrobiomunknak, úgyhogy hadd szóljon, használjátok egészséggel! Őrölt borssal és egy kis őrölt szerecsendióval fogom ízesíteni. Leturmixoljuk, és arra törekedjünk, hogy minél egyneműbb vállagot kapjunk a végeredményképp. Kész is van a mártásunk. Nem túl bizalomgerjesztő még, amíg a lábasban kavargatjuk, viszont utána, amikor így egyneművé válik, akkor higgyétek el, hogy nagyon gusztusos. Kezdhetjük a csirkét. Csirkével ugye egyrészt a fehérje tartalmát fogjuk gazdagítani az író mellett, a másik pedig, hogy ugye a spenótról elterjedt, hogy mennyire magas a vastartalma, hát még mindig kiütéssel győzött a csirke. Ugye különbség van a növényi és az állati vas között. Az állati eredetű vas sokkal jobban hasznosul, mint a növényi eredetű, ez az egyik. A másik pedig, hogy reálisan mekkora adagot fogyasztunk abból az ételből. Ugyanis a spenótnak bár hiába van bizonyos mennyiségű vastartalma, ebben az ételben ugyanis egy adagra nem fogunk 100 g-ot elfogyasztani, mert a teljes adagra értendő ez a mennyiség. Tehát, ha valaki mégiscsak hús mellőzésével szeretné ezt az ételt elkészíteni, akkor kombináld azt hüvelyesekkel, például zöldborsóval, lencsefélékkel, nyugodtan adhatsz hozzá még búzakorpát, zappelyhet, sőt, maga a spagetti is nagyon jó alapot ad, hiszen a gabonafélékkel is gazdagítjuk ezt a vasbevitelt. A húsi sózásánál megint figyeljetek arra, hogy csínyen bánjatok a sóval, emlékeztetlek? Kellőképp ízes lesz az étel, nem igényel annyi sót hozzá. Kis olívaolajon fogom megpirítani a csirkemálkockákat. Bevallom, én nagyon szeretem, amikor egy picit úgy odakap, még ez is hozzáad az ízéhez. Minden elem előkészítve, összeforgatjuk őket és tálaljuk. El is készült az ételünk, annyi praktikus javaslat, hogyha azt tapasztaljátok, hogy nem igazán szereti sem a gyerkőz, sem a rokonotok a spenót főzeléket, akkor például a közkedvelt tésztával érdemes akár ebben a receptben próbálkozni. Azt pedig csak megsúgom, hogy többek között én sem igazán szerettem gyerkőcként a spenótot, mára mégis az egyik kedvenc alapanyagom lett. Ha tetszett a recept, kövessetek minket mindenhol! Sziasztok! A receptet a Gyermei támogatta.